Október 6-a alkalmából Gyarmati Gábor az Aradi Vértanúk utolsó mondatai című versét olvastam föl tegnap. Ma megtaláltam egy újságban, a Gondolkodó újságban ennek a versnek a prózai változatát. Szeretném ezt is megörökíteni. Ezek voltak az aradi vértanúk utolsó szavai kivégzésük előtt, török tünde hangján. Október 6-án haltak mártírhalált a magyar nemzetért. Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Láner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westenburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsei Károly. Ők voltak azok a honvédtisztek, akiket 1849. október 6-án Aradon végeztek ki a szabadságharcban folytatott tevékenységük miatt. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt pedig Budapesten állították a kivégző osztag elé. Haláluk előtt néhányan könyvekből merítettek még erőt a rájuk váró legutolsó nehéz pillanatra, néhányan pedig feleségeiknek és gyermekeiknek fogalmazták meg búcsú gondolataikat. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Aulich Lajos. Legyőztük a halált, mert bármikor készen voltunk elviselni azt. Damjanich János szavai ezek. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Dezsőfi Arisztid. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasztatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük is, a hazái az életük. Kis Ernő. Milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Knézics Károly. Krisztus keresztje is a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Láner György. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárra írni a magyar lelkeknek. Lázár Vilmos kérdése volt ez. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Leiningen Westerburg Károly szerint. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Nagy Sándor József. Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide, Pöltenberg Ernő. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Schweidel József szerint.